Varga Andrásnét köszöntötte 95. születésnapja alkalmából a polgármester. Puskás Tivadar meglátogatta Ida nénit, aki az elemi és a polgári iskolát Szegeden végezte, majd több tanfolyamon is részt vett. Adminisztrátor volt egy cukrászüzemben, majd Szombathelyen a Pamutiparnál helyezkedett el, ahol vezetőhelyettesként dolgozott. 1961-ben ment férjhez, egy fia és két unokája van. Hobbija sokáig a kézimunkázás és a kertészkedés volt.